Ismét hatalmas tömeg tüntetett Varsóban az ellen, hogy az Alkotmánybíróság múlt csütörtökön tovább szigorított az abortusz törvényen. Lengyelországban a biztosan életképtelen magzat esetében sem lehet megszakítani a terhességet, csak akkor, ha az erőszak vagy vérfertőzés következménye, illetve ha veszélyezteti az anya egészségét. Nem kizárt, hogy a több mint egy hete tartó tüntetések hatására Andrzej Duda lengyel államfő pénteken módosító tervezet benyújtását jelentette be. A tervezet további egy kivételt tartalmaz, akkor is lehetővé tenni az abortuszt, ha a terhesség alatti vizsgálatok magas valószínűséggel megállapítják, hogy a gyermek holtan fog megszületni, vagy olyan károsodással, amely az alkalmazott terápia ellenére elkerülhetetlenül és közvetlenül a halálát okozza. Andrzej Duda közölte, széleskörű politikai konszenzust vár el a tervezete kapcsán, illetve hogy szorgalmazni fogja a fogyatékos gyermekeket nevelő családok szélesebb körű támogatását.